Kicsik és nagyok boldogan szedik az ebédet a szolnoki Kőrösi Csoma Sándor általános iskolában, ahol tavaly ősz óta vezették be a svédasztalos menzát. A tesztüzem tapasztalatai kiválóak, a gyerekek elégedettek, hogy többféle kínálatból választhatnak a menzán. Az evés itt szerintem nagyon jól ki van találva. Minden nap el lehet érni annyi táplálékot, amennyi kell az emberi szervezetnek, és lehet válogatni is, hogy ha mondjuk valami nem ízlik, akkor lehet a másikból venni, és így ki lehet számolni, hogy mennyit tudsz megenni, és akkor általában nem szokott maradék maradni. A szolnoki intézmény ebédlőjében a svédasztalos menza nagy sikeréről Szalai Ferenc, Szolnokváros polgármestere is meggyőződött. Azt tudjuk mondani, hogy jobb, fogyaszthatóbb, finomabb, és jobb felhasználása, a mennyiségi felhasználása van az ételeknek, tehát kevesebbet kell kidobni. A gyerekek ráadásul rászoknak arra, hogy csak annyit szedjenek, amennyit meg is esznek, mert tudják, hogy a kevés, akkor visszajöhetnek. Az országban eddig kevés helyen alkalmazott svédasztalos módszer segítségével, mind a mellett, hogy nem keletkezik számottevő maradék, a gyerekek az alkalmazkodáshoz is hozzászoknak. Itt úgy kell szedni a levest, vagy úgy kell szedni a másodikat, vagy a savanyút, hogy a másik is egyébként hozzáférjen, és ne macsgálják össze az előttük lévőtet. Ezzel a módszerrel a gyerekek azért is elégedettek, mert gyakorlatilag megszüntette a hosszú várakozást a sorokban. Sokkal önállóbban esznek a felső tagozatos diákok, nem keverednek az alsósokkal, megszűnt a sorban állás. Szolnokon ezt a közétkeztetési módszert a Kőrösi Csoma Sándor általános iskola mellett már egy másik intézményben is, a Kodály Zoltán Énekzenei általános iskola és néptáncművészeti iskolában is bevezették. A pozitív tapasztalatok miatt az önkormányzat azon dolgozik a Városüzemeltetési Kft.-vel, hogy valamennyi oktatási intézményükben elérhető legyen ez a szolgáltatás.